Egy tragédia során testközelből is megismerhették a nyíregyháziak a II. Világháborút 1944. szeptember 6-án szerda délelőtt. Súlyos bombatámadás érte a vasútállomás régi épületét és a környékét. A túlélők beszámolói szerint voltak, akik a bombázott épületek pincéjében élték át az eseményeket. Visszaemlékezésük szerint mozgott velük az egész ház, az utcákon rengetegen voltak, csak a későbbi tudósításokból tudták meg, hogy mi történt az állomással. A szeptember 6-ai eseményekre koszorúzással emlékezett a Józsa András Múzeum, a Nyíri Honvéd Egyesület és a Nyíregyházi Önkormányzat. 75 évvel ezelőtt 1944. szeptember 6-án vált igazán frontá Magyarország abból a szempontból, hogy itt a keleti végeken Nyíregyházát komoly bombatámadás érte az amerikai légierő részéről. Dél-Olaszországból indultak ezek az amerikai gépek, 1944. szeptember 6-án és 11 óra körül érték el a várost. Elsőleges célpont a pályaudvar és környékének a bombázása volt. Mint minden katonai célpont esetében a pályaudvarok, vasútállomások is elsőleges célpontként szolgáltak. Az amerikai gépek éppen ezért érkeztek 11 óra környékén, meg három hullámban is bombázták le a pályaudvart és környékét. A nyíregyházi állomáson 186 vagon semmisült meg, miután közel 200 amerikai repülőgépből 1000-nél is több bombát kapott a város és környéke, hangzott el a megemlékezésen. A gépek 11 órától 5 percenként 7,5 mázsás bombákat dobtak Nyíregyházára, mindezt három ütemben. Sajnos ennek a szőnyegbombázásnak áldozatává vált a pályaudvarral szemben lévő szabadszálló épülete is, több lakóház, és nem beszélve a személyi károkról, 80 halottja volt ennek a bombázásnak, több száz sebesültje, ezek között könnyebb és súlyos sebesültek is voltak, illetve nem beszélve az anyagi károról, ami 74 millió pengőre rúgott. 1944 azonban nem csak ezért az egyik leggyászosabb év a történelemben Nyíregyháza számára. Mintegy 5000 főt vittek el a városból lengyel koncentrációs táborokba. Ezt követte a szeptemberi bombázás. Októberben az oroszok és a németek felváltva birtokolták és pusztították a várost. A visszavonuló német csapatok is nagy károkat okoztak, novemberben pedig 2300 embert vittek el a városból Málenki robotra.